Az Ethereum merge után, ahogy azt egy másik bejegyzésben is írtam, létrejött, illetve megmaradt ez a régi új Proof of Work hálózat, és mivel most már a Proof of Stake hálózaton megyünk tovább, ami az Ethereumot illeti, de néhány bányász kitart a régi mellett, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag erdropolva megkapod az Ethereum token mennyiséget, ami, ami a régi láncon volt, ami most már átalakult, ez gyakorlatilag két módon lehetséges. Egyrészt, hogyha valamilyen centralizált váltó, mint a Binance vagy a Kraken, vagy valami ilyesmit tartottad, akkor azt automatikusan megkapod, és igazából automatikusan megkapod a metamask is, viszont azt még nem látod. De ebben a videóban azt nézzük meg, hogy hogy tudod előhozni ezeket a tokeneket. Egyszerűen megnyitjuk a Metamask tárcát, és a bejegyzésben található értékeket hozzáadva, már is hozzá tudjuk adni ezt a ezt az újonnan létrejött láncot a Metameth tárcához. Tehát megnyitod a tárcát, lenyitod a hálózatválasztó menüt, majd egy új hálózatot adsz hozzá. Ezt a legegyszerűbb talán így megoldani és egyszerűen át tudod másolni ezeket az értékeket. A hálózat neve tehát EATW Mainnet, és szépen beillazgatod így az összeset. Az új ticker neve ethw, és a Block explorer pedig választhatsz kettőt is, amelyiket szeretnéd, azt adod hozzá, majd lemented ezt az egészet. És hogyha visszamegyünk a főablakba, megnyitjuk újra a metamask és azt látjuk, hogy az Ethereum Mainet, amit itt látsz, az megjelent az új, a régi új Proof of Work hálózaton is. Tehát ennyi az egész. Ez a leszke pedig természetesen bekerült a biztonságban a blokkláncon vadonatúj tananyagunk vonatkozó részébe is. Ez most ennyi, remélem, hogy hasznosnak bizonyult. Találkozunk hamarosan. Addig is csá!